Advent első hétvégéjén jótékonysági sütivásárt tartottak Bonyhádon. Az eredetileg kültéri rendezvény az időjárás miatt a művelődési házban kapott helyet, ahol a különböző sütemények mellett színes műsorral várták az érdeklődőket. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ez a mai nap eljött, hiszen nagyon régóta minden bonyhádi lány és asszony azt várta, hogy ez a nap eljöjjön. Sajnos az időjáráshoz közbeszólt, és beszorultunk ide a művelődési központba, hiszen a rendezvénytéren álmodtuk meg az első adventi hétvégénket jótékonysági sütivásáról. A városban nem ez volt az első alkalom, hogy süteményekkel gyűjtöttek a rászorulóknak. Aki nem annyira édes szájú, de szeretett volna adakozni, annak lehetősége volt egy tombolán való részvétellel támogatni a nemes célt. Az árusok bevétele mellett különböző ajándékcsomagokat is hozhattak az emberek, tele iskolai tanszerekkel, vagy akár ruhákkal. Most is nagyon-nagyon széles körű összefogásról számolhatok be, hiszen az a sok-sok bonyhádi lány és asszony, akit említettem az elején, velük együtt több civil szervezet, például az Angyalhívó Egyesület, és természetesen Bonyhád Város Önkormányzata fogott össze annak érdekében, hogy a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat javára minden olyan családnak tudjunk segíteni, akiknek egy picit kevesebb jutott, és fogalmazhatunk úgy, hogy rászoruló családok. Karácsonykor előtérbe kerül a jótékonyság, viszont a rászoruló családoknak egész évben szükségük van a támogatásra. Aki szeretne segíteni, Bonyhádon több olyan egyesületet és civil szervezetet is talál, akiken keresztül a felajánlások eljutnak a megfelelő családokhoz.